Szalai Ádámot elsősorban televíziós újságíróként ismerhetjük, hiszen hosszú éveken keresztül főszerkesztője volt Magyarország egyik legsikeresebb műhelyének, a TV2 Napló című műsorának, ahol számtalan hétköznapi hőst, érdekes embert ismert meg, és tulajdonképpen ez motiválta, ösztönözte arra, hogy még behatóbban is utassa a siker valódi titkát, mozgató rugóit. Jack Canfield-től, a Titok című film sztárjától tanult az Egyesült Államokban, és manapság azt tanítja, hogy az emberek hogyan hozzák ki magukból a legtöbbet, és hogyan éljenek harmonikusan. Az üzleti életben és a magánéletben is a siker tulajdonképpen arról szól, hogy jó válaszunk van-e három nagyon fontos kérdésre. Az első kérdés így hangzik, mit akarok? A következő kérdés az így hangzik, meg tudom-e tenni azt, amit meg kell tennem ahhoz, hogy elérjem a vágyaimat? És a harmadik kérdés így hangzik, meg merem-e tenni azt, amit meg kell tennem, hogy megkapjam, amit akarok? Mit akarok? Meg tudom-e tenni, amit kell? Meg merem-e tenni, amit kell? Ha meg merem-e tenni, arról is szól, hogy ha csatába megyünk, akkor néha kapunk sebeket. Kockázatot vállalunk, ugye? Jó válaszokat hogyan adhatunk erre a három kérdésre? 2013-ban Magyarországon járt Nick Vujicic. Ő az az ausztrál fiatalember, aki karok és lábak nélkül született. Nem tudom, ki az, aki már hallott róla minden a társaság. Jól képzett társaság. Miről szól ez a történet? Kétféle ember van. A sikeres ember, meg az átlag ember. A sikeres ember élete nagy részében, ideje nagy részében azzal van elfoglalva, hogy mi a célom és hogyan fogom elérni. Mi a célom és hogyan fogom elérni. Megoldás központúan gondolkodik. Az átlagember ideje nagy részében azzal van elfoglalva, mi a panaszom és kinek fogom elmesélni. Mi a panaszom, kinek fogom elmesélni. Kifogás központúan gondolkodik. Mind a kettő meghozza a maga eredményét. Az egyik a boldogságot, a másik pedig a középszerűséget. De érdemes ezt végig gondolni minden áldott reggel, amikor kimennek az ajtójukon, hogy oda tudom azt képzelni, hogy különleges vagyok, vagy azt, hogy nagyszerű vagyok, mert pusztán ezzel a kis elmejátékkal egy teljesen másik napot kaphatnak, egy teljesen másik napot adhatnak maguknak. Az emberek el akarnak jutni A-ból B-be, de nem foglalkoznak azzal, hogy most miért vannak itt A-ban. Mi hozta őket ide? Mi nem engedi őket tovább? Mire vágysz? Mire vársz? Honnan gondolod, hogy valami csoda fog történni? Nekünk kell változnunk. A vizualizáció, az elképzelés ereje arról szól, hogy kedvet csináljon a változtatáshoz. Ezek az emberek valami fajta különleges tisztánlátással rendelkeztek. Életcéljuk volt, küldetésük volt, és ennek megfelelően élték az életüket. A felelősségvállalás az egyetlen módszer, ami visszaadja az irányítás élményét az életünkbe. Visszakapjuk az irányításnak a biztonságát. Nézd meg, mi lett velem. Ott ülünk a padlón, anyám pszichológus, néha felszokták hívni, Évike padlón vagyok. Anyám mindig azt mondja, az is egy hely. Lehet róla beszélgetni. Igen. Tessék fölállni. Ez talán az élet legfontosabb képlete. Így néz ki. Az élet eseményei és az eseményre adott reakciónk hozza azt a végeredményt vagy következményt, amit megtapasztalunk az életünkben. Hajlandó vagyok-e elmenni idáig? Hogy én annyira akarom ezt a sikert, hogy hajlandó vagyok kísérletezni és fennmaradni ezen a képzeletbeli villamoson egészen a végállomásig, amikor megkapom azt, amit akartam. És a felelősségvállalás erről is szól. Volt nekem egy kedves barátom, aki azt mondja, hogy én egy kiváló kreatív szakember vagyok, hidd el Ádám, imádom, amit csinálok, nagyon elégedettek az én főnökeim a munkámmal, és mégis utálnak a beosztottjaim. Mit csinálok rosszul? És elkezdtem menni vele, mondtam, hogy hát most akkor egy napon keresztül kísérlek, és megnézem, hogy mi lehet ez, az a két-három szokás, hogy mi lehet az utolsó három tempó. Nem kellett sokat várnom. Leült és elkezdett e-maileket írogatni. És annyira pici dologról volt szó, hogy még magam is meghökkentem. Elkezdte írni az e-mailt, és azt vettem észre, hogy minden egyes mondat végén három darab felkiáltójel van. Olyan volt, mintha üvöltözött volna a kollégáival. Gyere be és add át! Küld be! Miért nincs még itt? Pif, 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 pif! Visszaküldtem neki a saját e-mailjét, mondom, olvasd már el, mintha te kaptad volna. Azt mondja, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire szörnyű. Én nem azért írom a felkiáltó, mondom, egyetlen dolgod van a következő három hétben. Leszoksz a felkiáltó jelekről. Három hét múlva visszajövök, és megkérdezem, hogy hol tartasz. Azt mondja, ég és föld a különbség. Elfogadnak, nem haragszanak rám, mosolyognak, és pusztán ennyi. És ennyire pici dolgokról lehet szó. És ezeket az apróságokat érdemes észrevennünk a saját életünkben, hogyha megvan ez az utolsó három tempó, sokkal gyorsabban tudunk tovább menni.
az a néhány ember, akit a legközelebb engedünk magunkhoz, a referencia csoportunká válik. Elkezdünk úgy gondolkodni, mint ők. Elkezdünk úgy enni, mint ők. Elkezdünk úgy spórolni, vagy éppen pénzt szórni, mint ők. Elkezdünk úgy öltözködni, mint ők. Néha a gesztusaikról meg tudom mondani, hogy kikinek a barátja. Mert annyira átvesszük a szokásokat. Mondja, hogy a referencia csoportunk 95%-ban határozza meg, hogy sikeresek leszünk-e vagy sem. Ennyit számít az, hogy kikkel vesszük körül magunkat. És ez egy nagyon fontos dolog.